Főtisztelendő paptestvérek, tisztelendő nővérek, kedves birmálkozók, Krisztusban szeretett testvéreim! Tegnapi napon ezrek láthatták élőben azt az akrobata mutatványt, sokan televízió által, szinte az egész ország, amikor egy artista a Duna fölött 30 méter magasan kihúzott drótkötélen átment egy ilyen ballanszoló rúd segítségével. Lélegzett elfojtva figyelte mindenki, hiszen a világon nem sokan lennének képesek erre a nagy attrakcióra, mondhatni majdnem csoda számba menő mutatványra. De ezt már napokkal előtte hirdették különböző médiák, hogy menjenek és lássák személyesen ezt a nagy cirkuszi produkciót. Jézus föltámadása, ami a világtörténelem eddig és ezután is legnagyobb csodája lesz, hogy föltámadta halálból az örök életre, az teljesen csendesen történt. Ugyannyira, hogy nemhogy nem várták a föltámadását, hanem az apostolok, mint ahogy olvastuk, még be is zárkóztak, mert féltek, hogy most őket elfogják, hiszen tanítványai voltak. Talán Szűz Mária lelkében derengett az a remény, hogy Jézus föl fog támadni, de azon kívül senki nem hitt benne, és ezért nem is készültek rá, sőt, ahogy hallhattuk, Tamás még akkor sem hitte, amikor már az apostolok elmondták, hogy láttuk az Urat. Ez azonban azon érvek mellett, amit föl lehet sorolni Jézus föltámadásának igazi megtörténte mellett, szintén lehet egy Isten érv. Pirinszky Jánost, a költőt megkérdezték, hogy miért hiszi, hogy Jézus valóban föltámadt. És ő ilyen költői módon, azoknak más a beleérzése a költőknek a valóság dolgaiba, azt mondta, azért hiszem, mert olyan csendes volt. Az ember az nagy látványt csinál mindenből, ami az ő saját teljesítménye. Hozzátartozik az emberi létünkhöz, hogy valamiképpen produkáljuk magunkat. Erre épül föl gyerekkortól kezdve az önmegvalósítás, az önkifejezés és minden, de ez önmagában nem rossz. De az Isten alázata és stílusa, hogy csendben teszi meg a világ legnagyobb dolgát. Mint ahogy a világ teremtése, benne Jézus születése is csöndben történt, ugyanúgy a föltámadása is. És való, hogy ez a csendesség az Isten életmódjának egyik formája. Azt mondja Szent Pál apostol a Kolosszeiekhöz írt levélbe, hogy ti, akik meghaltatok és föltámadtatok, ezt lelki módon kell értelmezni a húsvét hatására, a ti életetek Istenben van elrejtve. Mert maga az Úr Jézus azokat az embereket, akik úgy hivalkodtak a vallásosságukkal, nem a tanúságtevéssel, hogy ők megvallják Jézus Krisztust, hanem azzal, hogy ők milyen vallásosak, ezek voltak a farizeusok, azokat Jézus általában megrótta. A csendességnek volt a híve, hogy ne is tudja bal kezed, mit tesz a jobb, vagy amikor imádkozol, azt tedd csendben. Ne hivalkodj vele, mert Isten úgy is tudja. Hát itt van a húsvét ünnepe, amely most már
valósággá vált ilyen az apostolok előtt, ahogy hallhattuk, de mégis meg kellett bizonyosodniuk arról, sőt, erről tanúságot kellett tenniük, hogy Jézus valóban föltámadt. És mint hallhattuk, ott volt a kétkedő Tamás, aki nem hitte, hogy Jézus föltámadt. Ez számunkra nagyon jó. Ebből kitűnik az, hogy az apostolok nem voltak hiszékenyek. Tehát nem úgy, mint sokszor ma az emberek hallanak valami pletykát, ami vagy úgy van, vagy nincs, és már mindjárt úgy adják tovább, mintha az megtörtént volna. Hát ez a mi fake news világunk, szokták mondani, a hamisítványoknak, a hamisításoknak a kora. Ők meggyőződtek róla, és életüket adták a tanúságukért. És egy nagyon nagy változás állt be az életükbe, nem csak az övékben, hanem az első keresztény híveknek az életében is, mert Jézussal találkoztak, és már akkor húsvétkor is átadta, közölte a Szent Lelket az apostolokkal, később pedig pünkösd napján az összegyűlt keresztény Krisztus követővel a Szent Lelket, aki Jézus művét vitte tovább, és megváltoztatta az életüket. Violetta, aki köszöntött engem, hát el is mondta a programot, hogy mit kellene nektek csinálni, bérmálkozók, mert ott van a apostolok cselekedetében, hogy álhatatosak voltak. Tehát nem a bérmálkozás a pünkösd napjára vonatkozott, hogy ők vallásosak voltak és hittek, és utána szépen elmentek, hanem megmaradtak a hídben, és összetartottak közösségben, és ez az egyháznak a közössége, amelyik megvan, és egyek voltak az imádságban. Tehát tudtak közösen imádkozni az apostolok tanításában. Mondhatnánk azt, hogy közös hitet vallottak, mint hogy a katolikus embernek vallani kell mindazt, amit a katolikus egyház tanít, leírt a katekizmusába, mert az Jézus tanítására épül. Aztán az eukarisztiában, tehát a szent áldozásban közösek voltak, és még azt is megtették, ami ritkán fordult elő, legfeljebb a szerzetes közösségekben, hogy vagyonközösségben éltek. Hát ezt ma a világegyházban lévő keresztények nem tudnák megtenni, de azt igen, hogy segítenek a rászorulókon. Mert azt írja, hogy nem akad köztük szűkölködő. Hát azért gondoljunk bele, hogy ebben a Hungary Health programban, ami nem csak külföldre irányul, hanem itt Magyarországon is a tényleges rászorult migrációban lévő embereket mennyien segítették keresztény indítatásból a mi szeretett szolgálatunk, aztán a máltaiak, vagy egyéni adománnyal, akik ezt megtették, gyakorlatilag azt vitték végbe, amit ott a apostolok cselekedetébe olvasunk, hogy egymást segítették, mert ez is hozzátartozik a keresztény életformához. És ez nem szűnt meg. Tehát nem úgy volt, hogy volt egy nemzedék, amelyik még találkozott Jézussal. Szent Pál apostol azt mondja, hogy mint egy 500 embernek megjelent Jézus. Pünköstkor 3000-en hallgatták Péter apostolt, és meg is keresztelkedtek. Tehát azért már akkor időben ez egy jelentős közösség volt, de nem szűnt meg, hanem tart azóta is. Mert az Úr Jézus küldte a Szent Lelket, és azóta is fönntartja az egyházát. Móra Ferencet itt nem kell bemutatni, Kiskun félegyházán, ott van az emléktáblája is. Ő egy olyan ember volt, aki vallásosan nevelődött, vallásos módon
nevelték az iskolában, gyönyörű, szép emléket állított egykori hitoktató papjának, a Kalmár kápolna papjának, aki valójában Horváth János volt, de aztán az élet úgy hozta, hogy úgy kicsit elkalandozott a hittől, de élete végén visszatért. Sík Sándor, a nagy papköltő volt az, aki teljesen visszahozza őt az egyházba. És volt neki egy húsvéti cikkezt, halála előtt írta, amelyből én egy részletet olvasnék föl nektek. Jézus érezte, a föld soha többet nem fogja elfelejteni, hogy egyszer Isten járt rajta, és az emberek fiai közt mindig támadnak proféták és apostolok, szentek és vértanúk, költők és gondolkodók, lánglelkek és lángelmék, akik ha vérük ontásával is, ha Golgotán is, mindig az ő eltörölhetetlen nyomaival lépnek, és hintik két marokkal a jóságot, a szépséget, a békességet és a szeretetet. Micsoda hitvallás ez, hogy Jézus tudta, hogy mindig lesznek ilyenek, és ezért küldte el a Szent Lelket. És hát most, kedves bérmálkozók, rajtatok a sor, mert nektek, mint a staféta botot át kell majd adni a tanúságtevés által a Jézusba vetett hiteteket, a jó tetteket, a szeretet cselekedeteit. Ehhez isteni erő kell. Ezért kérjük a Szent Lelket, hogy meg tudjatok maradni hűségben, álhatatosságban Jézus Krisztus és az ő egyháza mellett, s ma legyetek élő tagjai. Én ezért imádkozom, ezt kérem rátok, húsvét és pünkösd ajándékaként. Amen.